után. Előadásom első 5 percében Pók Attila előadására fogok reflektálni, hogy ezt megbeszéltük, és ő pedig lesz módja, ha jól értettem, hogy ehhez visszatudjon. Ez nem annyira vita, mint néhány gondolat, ami eszembe jutott. Erről a horizontális, tematikus áttekintésről. Az egyik, ami eszembe jutott, és ami nem hiszem, hogy egy nagyon új fölismerés lenne, hiszen valamennyien tapasztaljuk, ezért kevesen mondjuk ki. Hogy amikor egy történelmi elbeszélést elmondjuk, választunk, akkor egyúttal ahhoz egy értelmezési keretet és kontextust rendezünk. Értelmező benne van az értelmezésben. Másodszor, hogy az az identitáspolitikai kontextus, amit naponta érzékelünk, azok a szemben álló emlékezett rendszer, amelyek a II. Világháborúval kapcsolatban látványosan érzékelhetők. Első világháborúval kapcsolatban nekem az Iversen jutott eszembe a Gyűrkőt János, Rohány János. Ezek az emlékezett politikai konstrukciók, establishment változatukban is, anti-establishment változatukban is számosak. Én úgy látom, hogy a sajátosság az intézményes rendszerek ellenére az, hogy egy zárványvilágszerűen vannak jelen. Én például a Clarke-nak az értelmezését nagyon határozottan rokonítanám a Van Zittát, a németek II. Világháborúban játszó szerepével kapcsolatos, nagyon kifeszített, mitizáló értelmezésével, amivel szemben írt a Megbívó István német hisztériókai és történeti. Felhívnám a figyelmet azoknak a figyelmét, akiknek talán elkerülte, egy Wolfgang Schievelbusch nevezetű kiváló kolléga könyvére, a The Culture of the Theme, az angol változat ennek a műnek. És szeretném azt mondani, hogy ahogy az Attila is tulajdonképpen, ha jól értettem, a trauma feldolgozás és történelmi konstrukciók összefüggésébe helyezte a historiográfiai áttekintését, én kihangsúlyoznék három összefüggést. Egyrészt az, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy amit mi magyar sajátosságnak látunk, ha egy kicsit kilépünk és beszélgetünk kollégákkal a Baltikumtól Görögországig, kiderül, hogy a szemben álló emlékezett rendszerek, a feldolgozatlan traumák, a újra és újra játszott szimbolikus és nem szimbolikus polgárháború alkotják a szabályt és nem a kivételt Európába. Európán kívül pedig még inkább. Idő hiányában erre most nem térek ki. Ezek az emlékezett rendszerek természetesen szemben álló viktimológiákat is magukban foglalnak. És szeretnék egy jó példát, vagy egy számomra nagyon szép példát elmondani, amit a legtöbben valószínűleg önök közül is láttak, amikor Hauck és Holland egy francia temetőben kölcsönösen adtak tiszteletet a nagyapák emlékének. Persze a feldolgozás alatt nem racionális feldolgozás, hanem érzelmi feldolgozást kell értenünk, pszichológiai feldolgozást, mint az ember elsősorban magával kell, hogy kezdjen. Hölgyeim és uraim, az én előadásom egy nagyon egyszerű kérdésre keresi a választ. Meghökkentő kérdésre, és a válaszom annak ellenére, hogy nem még fejeztem be egy 700 oldalas, 40 év után megírt szexi nagy monográfiát, hipotetikus lesz. A kérdésem az, hogy miért hiányzik Szekli Gyula három nemzedékéből a világháború értelmezése. Hadd tegyem hozzá, hogy Szekli a rövid magyar történetben adott egy világháború értelmezést, de semmi másban. Hogy lehet, hogy az a történetíró, akinek a legjobb barátja a szerb fronton és az olasz fronton egyaránt harcolt Horváth János,
aki igen tájékozott volt a világháború eseményeiről. Bécsi levéltáros, aki különböző politikusok köreihez közel állt. Nem! Az első, ugye a Hahn nemzedék első kiadásának a bevezetőjében a forradalmak hol a szokásos jobboldali értelmezés paneleket megtaláljuk. De az első világháború lett szó sincs. Holott Szegfűnek 2,5 évvel korábban egy világháborús német könyvsorozatban megjelent egy könyve. Hogy lehet ez? Mi a magyarázata? Tehát erre az egyszerű kérdésre keresem a választ az előadástól, amire még 20 percen van. Az egyik tényező, ami ezt magyarázza szerintem, az az, hogy Szegfű számára a világháború eseményeit, amelyet maga személyesen nem tapasztalt, mert nem volt a fronton, felülírta a számított Rákóczi botrány. Az a politikai hisztéria, amelyet Szegfű átélt 1914 áprilisától 1916 novemberig. Utána pedig nagyjából úgy látom, hogy a 1918-19-es rendszerváltások és az ebben lévő politikai szerep váltásai, ezek a metamorfózisok, a következő olyan eseménysorozat, ami felülírta számára az első világháborút, ami nem azt jelentette, hogy a történelmi Magyarország felbomlásának a kérdéséről nem alkotott volna véleményt. Úgy látom, hogy a számbizott Rákóczi botrányra adott válasza olyan konstrukció volt, ami valóságos élményekből származott, ám nem ennek az igazi érzelmi, szellemi elaborációja volt, hanem egy indoktrinációs eljárás, egy besorolási eljárás, önmagát áldozatnak tekintette, tudjuk, hogy az áldozata azok a szabályok, amik mindenkire, és ennek jegyében kialakított egy sémát, aminek a lényege a független tudós vagy politikus, a elcsábított közvélemény és a gátlástalan csábítók. Nem új ez a séma, ez számára rendkívül meggyőző volt. Ezt ő először magára a számított Rákóczi botrányra vonatkoztatta, tehát ő a saját művét tudományosan kikezdhetetlennek tekintette, legalábbis a botrány kezdetén, 16-17 körül már látni, hogy maga is ettől távolságot tartana, de végül ez rögzült benne. Ez az a séma, ami a 18-19-es szerepváltások öntudatlan elfedése jegyében megerősödött, és azt az írás, amit Emberek mi történt címmel akart 1918-ban megírni, és amiben feltehetően a soviniszták játszották volna rossz szerepet, a soviniszt az a Károlyi Mihály volt az ő szemében, tehát Ballagyi Aladárt rávetítette Károlyi Mihályra, mégis egy egészen más értelmezés sorozatot látunk. Magát természetesen a független szerepben látta, hanem egy nagyon sajátos konstrukcióban, amelyet mindjárt ítélek, mindenki tudja, csak legfeljebb nem ebben a megfogalmazásban értelmezi. A három nemzedék alap konstrukciója, ezt Tencsényi Balázs vette észre, a potencialitás és az aktualitás szembeállítása. Milyennek kellett volna lennie a magyar történelmnek annak érdekében, hogy a történelmi Magyarország ne bomoljon föl, milyen lett az a magyar történelem, amely a történelmi Magyarország felvonulásához vezetett. Ennek a potencialitásnak a képviselője egy megkonstruált Széchenyi, aki kettő szerepben van. Összevetettem a Tönachban található különböző profétai könyvek
szerepeivel, ugye, ugye a diszkurzív teret meg kellett konstruálni, és ebben a profit az, aki megmondja, hogy mi a potencialitás. Két profétát találunk. Az egyik proféta az Széchenyi. Széchenyi, ami a Széchenyi kutatásokkal összehasonlítjuk, egy nagyon, nagyon konstruált Széchenyi. Mindegyik Széchenyi konstruált, de ez különösen konstruált. Másrészt az a profét, aki Széchenyi bölcsességeit közvetíti, Szegfi Gyula. Szegfi Gyula tehát egy olyan politikai romantikus szerepben pozícionálta magát ebben a műben, amiben ő mondja meg, hogy mi a kánon. Ő határozza meg, hogy a diszkurzív térben ki milyen helyet foglal el, és ezt ő belső meggyőződéstől fűzve teszi. Ebben nagyon komoly szerepet játszik, erre most nincs időnk, akit érdekel, majd elolvassa. Az játszanak azok a szerepek, amelyeket 1918-19-ben betöltött. Előre bocsátom is, röviden összefoglalom, hogy ő 1918-ban, mint bécsi levéltáros, komoly egzisztenciális bizonytalanságba került, összefüggésben a számított Rákóczi beli, meg elbizonytalanodott helyzetével, ami ekkor azért már megszilárdult. Egyik kitörési pontja a Konstantinápolyi Történeti Intézet lett volna, ez ugye az, ahol az véget ért. Ő maga se szeretett volna oda menni. Még egyszer felvetődik Konstantinápoly 43-ban, amikor azon keresztül mennek ki Oxfordba, McCartney segítségével, de nem meri vállalni a kockázatot. A második lehetőség a Pozsonyi Egyetem, ebből sem lett semmi. Ezzel szemben 1918. novemberében a Pesti Naplóban megjelent egy cikk, amiben Szegfi azok között szerepel, akiknek helye van az egyetemen. Ezt Földi Mihály fogalmazta meg elvileg, és konkrétan pedig 60-ja is. Szegfi Gyula ekkori levelezéséből azt látjuk, ahogy Hóman Bálint korabeliről a pillatából is, hogy az Őszi Józsás forradalommal határozottan rokon szenveznek mind a ketten, de ugye nagyon más azért, akkor a kettőjük szerepe már csak azért is, mert egyik Bécsbe van, és a másik Budapesten. És azt is tudjuk Resime kutatásából, hogy 1919 tavaszán Szegfűt egyetemi tanítóvá nevezték ki, egy egyetemi vezérkönyv, azt mondhatnám, hogy egyetemes történeti munka egyik fejezetét ő írta volna, a másikat Kóman, és hát megvan a szerződőgálló, hogy ki írhatták volna. Azt kell mondjam, hogy nem közvetlen karrierizmus a magyarázata ennek, nem is tudott a kinevezésről, hanem a bécsi levéltári anyag likvidálásával kapcsolatos feladatok biztosítása. Az már viszont nem ilyen egyértelmű, hogy amikor 1919. szeptemberében az ellenforradalmi kurzus jegyében Marcali Henőket elbocsátják, pontosabban felfüggesztik, Fülek Lajos, Babits Mihály, Benia Legendi megmondják. Szegfi egy olyan Babitsnak a magyar költő 919-nyével nagyon sok párhuzamot és különbséget mutató Angyal Dávidot írt önigazolását olvashatjuk, ami nem ennyire egyértelmű. Még hadd mondjak 1920-ból egy példát. Gábor Andorral leveleznek, Gábor Andor a publicisztikai és verses kötetét elküldi a Szegfűnek, és akkor a Szegfű kifejti a fanatizmussal kapcsolatos ellenérzéseit, tehát 1920-ban, nem 19-ben, ami érdemes egybeolvasni vagy összeolvasni Jászinak a Magyar Gálvária Magyar Feltámadásáról, nem csak mélyen, hanem inspiratóval is. Nos, a három nemzedék alap konstrukciója, mint említettem, potencialitás, aktualitás, és ebben a korábbi
hármas témát, triászt nevezetesen a csábítók, csábítottak és lelki független is átértelmezi. Ugye a lelki független az a proféta, az a Széchenyi, és ő Széchenyi értelmezője és Széchenyi profétája. A csábító, ez a reformkori konzervatív párt, a később centralisták, gyulai, nagyon sok, szóval nagyon sokrétű hagyományt alkalmaz, az természetesen Kossuth, és az érzelmi politizálás. És ezzel szemben van ugye az értelmi politizálás, ami a potencialitásnak tulajdonképpen a szinonimája. Ez egy önmeghatározás, pszichológiai értelemben önmeghatározás. Ő ezzel egy olyan helyzetbe hozza magát, és ez végig megmarad 1955-ig. Soha nem láttam a Szegfűtől olyan írást, amit azt mondta volna, hogy én ebben hibáztam, szégyellem magam. Szembenézek ezzel, elnézést kérek. Mindig egy olyan pozícióból beszélt, írt, amiben ő fölismert valami igazságot, tetemre hívta hallgatóit, és megmondta, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Fölötte áll. Ő volt a diszkurzív tér meghatározó, a kánonképző. Ez az, ami politikai romantikus szerint. Kontextus. A kontextus a 3. kontextusa, az Várkonyi Ágnes felismerése volt, egy műfaj, és a műfaj és a kontextus szorosan összefügg. Nevezetesen 1848-49-ben a Vidini levéltől a Bolondisóig, tehát Kossuthtól Arany Jánosig, Fejér Györgytől Ötvös Józsefig, Kemény Zsigmondtól Csenge Jantalig mindenki megírta maga értelmezését. Tehát egy politikai műfaj. Ez történt 1918-19 után is. A ma nagyon divatos Tormai Cecil-től, Ormos Edéig, Jászi Oszkártól, Szegfű Gyuláig és idősebb Bíbó Istvánig mindenki megírta. Ebbe a műfajba helyezkedik el a művélem. Hát ez a műfaja, és ez az a kontextus, ami belül ezt értelmezni kell. Mi a magyar? Hogy lehetséges az, hogy ebben az értelmezésben az első világháború nincs jelen? A válaszom tehát a következő, összefoglalom, amit eddig mondtam. A száműzött Rákóczi botrány felülírta az arányokat, a jelentőséget Szegfű számára. A 18-19-es szerepek és az ezzel kapcsolatos védekezés fölülírta azt, hogy ezt viszonylag távolságtartóan tudja írni. És maga a műfaj, a mi okozta a történelmi Magyarország felbomlását. A forradalom után műfaj. Érdekes, hogy ugye magát a forradalom után ő, tehát a 47-es, az forradalom közben címmel írta, és egy Mire Gyulához írt leveléből derül ki, hogy hát ez úgy sajtóhibaként ott maradt, hogy forradalom után. Tehát visszatérve, ez a három tényező. A száműzött Rákóczi botrány átélt, indoktrinált, fel nem dolgozott élménye, de domináló élménye. A 18-19-es szerep metamorfózisok. És az, hogy ő ezt 19 szeptemberétől a már önigazolással közelítette meg, végül, de nem utolsó sorban, az az egzisztenciális bizonytalanság, hogy ugye a bécsi állás lehetőséget veszett. Mindez együtt vezetett oda, hogy nem csak az első világháború, tulajdonképpen érdemben 48-49 is hiányzik, tehát van egy nagyon rövid áttekintés, de az első világháború, mint téma, 48-49, mint téma nem hiányzik. A részletes tárgyalás hiányzik,
És végül, de nem utolsó sorban, Szegfű a száműzött Rákóczitól a magyar történet mesterelbeszéléséig, a nemzeti liberális kánonnal szemben egy historicista kánon érvényesítésére vállalkozott. Hogy mennyire sikeresen, mennyire nem, ez egy külön téma lenne. Úgy vélem, hogy közvetlenül ezek a tényezők játszottak szerepet abban, hogy nem találunk az első világháborúról gyakorlatilag én mondok, hogy sem a három nemzedékben. Ám szeretném hangsúlyozni, maga a műfaj és a kontextus, tehát az, hogyha valaki profétai szerepről kinyilatkoztak, ami ugye párbeszédre nem ad lehetőséget. Nem ad lehetőséget arra, hogy vitatkozni lehessen. Óhatatlanul az arányokat megváltoztatja, a metahistóriai konstrukció sokkal fontosabb lesz, mint a historiai elbeszélések és elemek. Köszönöm.